10 év után új lemezzel jelentkezik Varga Viktor. Az extravagáns énekes az album előfutáraként már megjelentetett egy vadonatúj klippet is, amelyet már önök is láthatnak itt a Sláger TV-n. Április végén pedig lemezbemutató koncertre készül, amelyet egy saját képzőművészeti kiállítással is egybeköt. A készülő új album és a koncert részleteiben most beavat mindenkit Varga Viktor. Elviszlek, drágám, nem a múlt idő hátán. Szülőktől távol, el leszünk bárhol. Átlátszó cellux, ezzel rám ragasztalak. Elszakadni nem tudsz, erős és jó anya. Idilli a kép, amit felfestek neked. Neked... honnan van ennyi fajta ruhát, két egyforma ruhát, amit nem láttalak? Pedig egyébként nincsen sok, és figyelek is arra, hogy ne is legyen. Kettő darab szekrényem van összesen, és abba kell muszáj, hogy bele zsúfoljak mindent, és ez így ad egy határt is, mert azért az túlzás, amikor egy férfinek van 100 millió ruhája szerintem. Inkább az van, hogy mindig cserélgettem, meg mindig varrok magamnak egy újat. És főleg most ez az időszak, amikor most betárazok megint a következő évre, és megvartam már az összes űrruha inspirálta ruhámat. Csak üljünk a stégen, szóljon egy jó szám, a szúnyog szívétben lecsapnám. Hát ez a jövőből érkezett ez a sapka. Hogyha emlékeztek a Back to the Future filmre, akkor abból felismerhető, a Marty McFly-nak volt ilyen. Szerintem nagyon írtudatosan menő, és nagyon hologramos, látod? Csak üljünk a stégen, szóljon egy jó szám, a szúnyog szívétben lecsapnám. Volt valami olyan fájdalom, amit nem tudtál hova tenni, nem tudtad megmagyarázni, ugye? Ezt megosztanád a nézőinkkel? Igen, hát van rajtam most már 3 darabjuk. Igazából az, ami a mellbimbómon van, piercing, az szimbolizálja a szüleim elválását, ami most történt, és azt az anyai fájdalmat, amit ugye átélt édesanyám, meg hát persze apukám is, és szerettem volna ezt kifejezni így fizikálisan, hogy ne csak a lelkembe fájjon, hanem egy igazi fájdalmon keresztül elillanjon belőlem. Mire vársz? Gyerünk, indulj át. Jobb lesz így, kulcsra vár a zár. Most megjelenik egy Varga Viktor album. Nagyon messze van-e a zenei világa attól a 3 slágertől, amit mindenki ismer Magyarországon? Igen, szerencsés vagyok, ugyanis 10 év után újra megjelenik egy nagy lemezem, és ez a Mi címet viseli. Tehát ez az előző párkapcsolatomról szól, onnan az inspiráció, azokat az érzéseket dolgozza föl. És igen, ez hasonlít esetleg azokhoz, illetve stílusában, meg a szövegezésében. Tehát próbáltam egy olyan szöveget megírni, és olyan zenét, ami könnyen fogyasztható, és mégis mély tartalma van. Tehát, hogy több réteg, hogy akárki, akár egy óvodás is, vagy akár egy bölcsész is megtalálja benne magát, és éppen ezért én bízom benne, hogy sikeres lesz, és hogy sok embernek tud ez majd segíteni feldolgozni a különböző szerelmi érzéseit. Nincs több szakítás, özönvízen úszunk, mint Noé a bárká. A könyköd gyöny során sokkal komplexebb dolog lesz annál, hogy ez egy lemezbemutató koncert, ugyanis egyrészt kiállítása lesz egybekötve, ott lesznek az ilyen 2x3 méteres nagy óriás festményeim, vagy az uszadékfa szobraim, meg egyéb szobrok, amiket ebben az időszakban készítettem. És a dalok tekintetében pedig nyilván lesz egy csomó új dal, hiszen egy új lemezről beszélünk, de azért felcsendülnek a régi slágerek nyilvánvalóan, viszont az új dalok is olyanok, hogy a dallamvezetésed, ma már egyrészt nincs új a nap alatt, másrészt pedig direkt törekedtem arra, hogy olyan dallamok legyenek, ami abszolút egyből a fülbe mászik, és ezeket már ott tudod dúdolni már az első hallásra. Újra
Van egy állandó zenekarom, egy ötfős, de most csatlakozik hozzánk szaxofonos, és most még vendég énekes nőket, énekeseket rakunk szépen össze, és már találtam is egy pár olyat, aki abszolút beleillik, meg megfelel ennek az én kritériumaimnak, és szerintem egy szép komplex show lesz. Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó a műsorral kapcsolatban. Várjuk továbbra is véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!